A magánjog egyik alapvető kategóriáját a tulajdon jelenti. Nézzük meg röviden, hogy milyen jelentés változáson ment keresztül ez a fogalom a római jog utáni idő fejlődésben. A német Eigentum tulajdonszó kialakulása jól mutatja, hogy a tulajdon eszményének létrejöttében milyen fejlemények voltak a meghatározók. Az Eigen szó már a római jog előtti germánjogban megvolt, Eigen saját, és azoknak a dolgoknak a birtoklását jelölte, amelyek sem nem örökléses, sem nem hűbér juttatásként voltak a birtokosnál. Vagyis ez a saját szerzemények körét jelentette az Eigen, amely a dolgokkal szabadon rendelkezett a birtokos. Elkülönítve ezeket a birtokos többi dolgától, ahol nem lehetett olyan szabadon rendelkezni. A Tum, Eigen Tum, a Tum végződés is utalt egy körülményre, és ez az eredeti germán nyelvben a Dom kifejezés volt, ami a bíráskodást jelentette, annak volt egy szava, és például az angol nyelvben a végső ítélt napját ma is Domsday-nak nevezi, és az ebből eredően. De Hamburgban ma is az éves piacot Domnak nevezik, amely régebben a bírósági napot jelentette. Vagyis az Eigen Tum azokat a saját szerzeményű dolgot jelentette, amelyet a bíróság előtt megvédtek, és a bírói ítélet erősítette meg a birtokos jogát erre. A római jogban két szó volt a tulajdonra, a dominium és a proprietas, és ezek közül a dominium eredetileg a családfő uralmát jelentette az alátartozó háznép, a szűkebb család és a szolgák felett, vagyis ez uralmat jelentett elsősorban a személyek, de a házhoz tartozó dolgok felett is. Ez maradt meg, ez a dominium az egész középkorban, és a szűkebb ma értelme vett tulajdon eszméje, melyből a személyek felett uralom már teljesen eltűnt, csak az 1400-as évek végig spanyol természetjogászoknál kezdett pontosítás alá kerülni, majd végül az újkori természetjogban kapta meg a mai formáját. Ebben a pontosításban Christian Wolff tett fontos lépéseket az 1730-as évektől. Ő már pusztán a dolgok feletti rendelkezést tartott a szem előtt a tulajdonnál, és ebből a kiinduló pontja az volt, hogy az emberek eredeti ősállapotában minden ember egyenlő hozzájutása létezett a dolgokhoz, és ekkor még nem volt tulajdon, hanem csak a puszta birtoklás. Ezután ez az ősállapot a munka révén szűnt meg, és a megmunkált dolgok felett a puszta birtokláson túl tulajdontól jog keletkezett. Az embernek pedig az Isten teremtés révén az állandó tökéletesedés a célja, és ennek érdekében maga és a környezete állandó művelése a teremtés észből leolvasható parancsa számára. Állandó tökéletesedésre pedig csak az ember környezetének állandó tökéletesítésén keresztül lehet eljutni, és ez igazolja a tulajdont. Ennek tartalma pedig elsősorban az, hogy a megművelt dolog használatából kizár mindenkit, mindenki mást az ezt véghez vívő, a megművelő. Ez a hangsúly a későbbi liberális tulajdonnak is az egyik összetevője lett, de annak sajátossága emellett még az lesz a későbbiekben, hogy az elhárítás mellett a tulajdon tárgyával való tetszőleges cselekvés, akár annak megsemmisítését is rögzíti, azt teszi vele, amit a kedve tartja. Egy további fejlemény volt Wolff után néhány évtizeddel a francia forradalom szellemi légkörében, hogy a középkor osztott és így korlátozható tulajdona eltűnt a franciáknál az 1789-es emberjogi nyilatkozatban, és itt a tulajdon, mint a szabadság alapja, szent és sérthetetlen jelleget kapott. A közérdekből kivételesen lehetővé is tette a tulajdon elvonását, ez az ekkori jogi élet, a tulajdonos igazságos kártalanításhoz való jogát deklarálta, és ez a nyilatkozat is. Ebben a szellemi légkörben alakult ki, hogy a tulajdonjog a tulajdon tárgya feletti abszolút szabad rendelkezés jelent, és itt a személyi mozzanat, a régi dominium, középkorban végig meglévő összetevője, már teljesen kiesett ebből. Ezzel szemben a konzervatívabb jogászok kevésbé a tulajdon tárgya feletti abszolút szabad rendelkezést, mint inkább mások ebből való kizárását és a tulajdon elhárító jellegét hangsúlyozták. Ebben a szellemben kísérelt meg például a német Adam Müller 1809-ben tanulmányában azzal érvelni, hogy minden dolog feletti viszonyban egy személy feletti viszony is rejlik, így a liberálisok dolog feletti abszolút rendelkezési szabadsága egy despotikus mozzanatot rejt. Ez az érvelés azonban teljesen visszhangtalan maradt akkor, noha 100 év múlva a szocialista kritikák az 1900-as évek elején hasonlóan érveltek már a liberális tulajdon felfogásával szemben.
Ebből az egységes tulajdonból fakadt a földtulajdon főszabály szerint addig fennálló osztott tulajdonának a megszüntetése, és valamelyik irányba, vagy a hűbérül, vagy másik irányba a felszabadított jobbágy számára a teljes tulajdon elismerése. Ezt támasztotta alá Anton Justus Thibaut, a középkori közvetlen és használt tulajdon fogalma feletti kritikát tartalmazott tanulmányában az 1800-as évek elején, melyben kimutatta, hogy az osztott tulajdon eszméje a római jogi szövegek félreértésén alapulva jött létre a középkorban. A más által pusztán használt dolgot nem lehet a tulajdon alá bevonni, hanem csak ettől elkülönített, más korlátozottabb dologi jogként felfogni azt. A tulajdon egy és oszthatatlan, ez volt a lényege a változásnak. A politikailag soron levő átalakítási törekvések, a jobbágy felszabadítás, de másrészt a mezőgazdasági földek és az ezen folyó tevékenységek korlátozásmentes piaci viszonyok alá helyezése is így jogtudományi alátámasztást kaptak. Pontosabban, a középkori osztott tulajdon fogalma nem állt már többé e változások előtt akadályként. Az 1800-as években uralkodóvá vált a liberális tulajdonfelfogást, aztán a legteljesebben a német BGB, a német Kódex 1900-ban vette be a szövegébe, mások kizárása mellett, sőt előttéve, szó szerint kiemelve a tulajdon tárgyával való tetszés szerinti rendelkezés fő tézisét is. Szó szerint egy dolog tulajdonosa, amennyiben törvénnyel vagy harmadik személy jogával nem áll szemben, a dologa tetszés szerint cselekedhet, és mindenkit kizárhat az abba való behatolástól. A felvilágosodás korában kialakult tulajdon dogmatikai struktúrájánál ki kell még térni a francia és a német kodifikációban követett út eltérésére is. A franciák a Code Civilben elvetették a korábbi jus commun, közös európai jog, a rómaiba kinőtt közös európai jog, átemelt megoldását és a tulajdonruházás átszabályozásánál, mely ez szerint, a régi jog szerint, mely az adásvételi szerződés ezután még egy tulajdontárgyának az átruházását is megkövetelte, hogy az teljesüljön. A tulajdonjog átszállása a régi jogban csak a dolog átadásával történt meg, a vevőnek addig nem keletkezett dologi jogi tulajdona, csak az adásvételből származó kötelmi joga, annak követelése, a kiadásnak arra való követelés az eladótól, hogy adja át a dolgot. Ezzel szemben a franciák a Code Civilben úgy oldották meg ezt a kérdést, hogy az adásvétel szerződéssel már átszáll a tulajdonjog, külön átadás nélkül is. Ehhez a szabályozás az a francia gyakorlat is hozzájárulhatott a kód megfogalmazásának idejéből, mely szerint egy záradékban általában deklarálták a felek a tulajdonjog átszállását, és ez feleslegetté tette a jog átszállását, az átadás tényleges véghezvitelét is. A hazai magányos szabályozás és annak dogmatikája a legközvetlenebb érintve van az etére levő jelzett eltéréstől, mivel az 1959-es polgári törvénykönyvünk és külön ez az ezt követő értelmés mind a két irányba tett lépéseket, és az így létrejövő nyitottság sokszor alapvető gondokat jelent a joggyakorlatban. Vékás Lajos magánjogász professzor a következőt írta néhány évvel ezelőtt megjelent írásában. Biztosan csak annyi állapítható meg, hogy a PTK 117-es szakasza egyértelműen kitart a tradíciós rendszer mellett, de nem írja körül az átadás miben létét. Mindenesetre ebből a tényből is magából a törvényszövegből arra lehet következtetni, hogy a PTK eltért a korábbi jogtól és az ügyletegység elvét követi. Egyáltalán nem egyértelmű tehát, hogy a PTK hivatalos indokolása a fenntartott tradicionális tulajdon átruházási rendszerben nem tekinti külön jogügyletnek a dolog átadását. Köszönöm a figyelmet!